Sokan úgy gondolják, hogy az apró állat csak az erdőben fordulhat elő, és saját udvarukban nem jelenthet veszélyt. Ez azonban nem így van. A vérszívó bárhol megjelenhet. Az erdőben nem megyünk. Erre még nincs. Úgyhogy. Aki mén az erdőbe, az vigyázzon saját magára. Nem megyek sehová se. Az udvarban meg nincsen, legalábbis úgy gondolom, hogy nincsen. Dr. Nebojsa Bohucki epidemiológus elmondta, a kullancs ellen védekezni igen nehéz. Az erre a célra megvásárolható kullancsriasztó aeroszolokat ajánlja. Egyelőre oltást csak egy bizonyos kullancs által terjesztett kórokozóra fejlesztettek ki. Krpelyi sú paraziti, koji se hrani krvlju niza životinja, pa tako i sa čovjekovom krvlju. Ono što je značajno kada govorimo o ovim parazitima je to da ukoliko je krpelj zaražen nekim infektivnim agensom, u tom slučaju kada se hrani čovjekovom krvlju, može da zarazi i samog čovjeka. Znači sam ujed krpelja kao takav nije opasan, međutim samo onda je opasnost ukoliko je krpelj zaražen nekim infektivnim agensom. Az egyik kullancs által terjesztett betegség a Lyme-kór. A betegség tünetei levertség, láz és fejfájás. A vírus agyvelő és agyhártyagyulladást is okozhat. A védekezés nehéz, mert nincsen célzott gyógyszer vagy védőoltás. Szekeres Otto természetvédő szerint az embereknek meg kell tanulniuk, hogy hogyan kell védekezni. Úgy veszük észre, hogy az idei év az, ugye nyilván ez a hideg tél is valamilyen szinten negatívan hatott rájuk, illetőleg az utána lévő szárazság is. Tehát most valahogy, ahogy nedvesedett az idő, elkezdettek nedvesebb lenni a területek, így most már előfordul, de eddig alig találkoztunk kullanccsal a területen. A kullancs a napfénytől elzárt helyeket kedveli. Testünk átvizsgálása során az alsó végtagokat és a testhajlatokat különös gonddal kell áttekintenünk. Abban az esetben, ha bennünk van a kullancs, minél előbb forduljunk orvoshoz.